Köszöntöm nézőinket, jó napot kívánok! Ma délutáni adásunkban beszámolunk a hivatásos erdélyi táncegyüttesek legutóbbi sepsiszentgyörgyi találkozójáról, és megrendítő beszélgetést láthatnak az 1950-es évek elején az antikommunista IKASZ csoport szinte gyermekként bebörtönzött két tagjával, Bustya Dezsővel és Mátyás Erzsébettel. És természetesen jelentkezik heti krónika hírháttér rovatunk is. Mindezek előtt azonban megemlékezünk a 130 évvel ezelőtt született Bányai János geológusra, tanárra és muzeológusra, aki a Székelyudvarhelyi Műszaki Szakközépiskola névadója, valamikori újjászervezője volt. Az 1886. november 6-án Kézdivásárhelyen született tanár Kolozsvárott, Budapesten, Jénában és Berlinben képezte magát, utána Abrudbányán, Kézdivásárhelyen és Székelyudvarhelyen tanított. Tudományos munkáit magyarországi és hazai szakmai fórumok közölték, számos kutatóintézet külső munkatársa volt. Szakterülete Székelyföld geológiája és hasznosítható ásványi kincsei. 1929-ben a Székely Nemzeti Múzeum emlékkönyvében jelent meg az első ásványvizekkel foglalkozó közleménye, ettől kezdve munkásságának java egyre inkább az ásványvizek kutatásával kapcsolatos. 1928-ban elnyerte a Budapesti Természettudományi Társulat Bugát Pál díját, 1965-ben megkapta a Földtani Társulat aranydiplomáját. Most pedig a múltból térjünk vissza a mába, átadom a szót heti krónika rovatunk műsorvezetőjének, Mosoni Emőkének. Jó napot kívánok, Önök a heti krónikát látják. Kedves nézőink, az egészségügyi dolgozók múlt hétfői felfüggesztett és közben törvénytelennek nyilvánított sztrájkja nem maradt visszhang nélkül. A képviselők várhatóan ma döntenek arról, hogy a Soros kormány tiltakozása és ijesztgetései ellenére megemelik-e az egészségügyi alkalmazottak, illetve a tanügyisek bérét. Az RMDSZ képviselői éppen most határoznak arról, hogy miként szavazzanak. Mindenről nem sokára a heti krónikában, most indítsunk azzal, hogy a szenátus megkeresett bizottságai ellenszavazat nélkül hagyták jóvá a hagyományos családmodell meghatározására irányuló alkotmánymódosítási javaslatot. Alkotmányba foglalnák azt a civil, de ortodox egyházi indítatású kezdeményezést, amelynek 3 millió támogatója a hagyományos családmodell meghatározását kérte. A parlament már elindította az alkotmánymódosítási procedúrát. A javaslat élénk vitát váltott ki, és a közbeszédben kizárólag melegjogi problémaként szerepelt, bármint rövidesen kiderül, valójában sokkal többeket érint. A Szenátus Jogi Bizottsága múlt héten egyhangulag elfogadta az alkotmánymódosítási kezdeményezést, amely a hagyományos családmodell alaptörvénybe foglalását tűzte ki célul. A Szövetség a Családért hivatalosan be nem jegyzett, de több egyesületet és egyházi szervezetet tömörítő koalíció az év első felében 3 millió aláírás gyűjtött össze az alkotmány ez irányú módosításáért. Az Alkotmánybíróság már júliusban zöld utat adott a kezdeményezésnek. Magasrangú politikusok és tisztségviselők csak nagyon kevesen és nagyon óvatosan bírálták a sokak által támogatott javaslatot. Az állampolgári kezdeményezés esetében a minimális létszám az 500 ezer román állampolgár. Amennyiben 500 ezer román állampolgár kezdeményezi, akkor a parlamentnek kötelessége az alkotmánymódosítási procedúrát lejáratni, végigfuttatni. Szerintem egy óriási szám. Nem hiszem, hogy az elmúlt néhány évben, talán két évtizedben volt olyan kezdeményezés, állampolgári kezdeményezés, amely mellé több mint 3 millió aláírást fel lehet sorakoztatni. Természetesen, hogy soha senki nem fogja tudni elérni a szavazati joggal 18 évnél idősebb 16-17-18 millió állampolgárt, de egy olyan kezdeményezés, amely mögé jó néhány millióan felsorakoznak, az egy figyelembe vevendő, egy komoly parlamenti és társadalmi vitát igénylő téma. Ezért is valószínű ekkora a támogatottsága a szenátusban is. A szenátusban mindkét bizottság, a jogi és az alkotmányossági bizottság is elfogadta ezt a kezdeményezést. Ez azt jelenti, hogy az alkotmánymódosítási procedúra beindult ebben a témában, és folytatódik a parlamenti vitával, utólag majd valószínű népszavazással.
De miben is áll ez a kezdeményezés? Az alkotmány 48. a családra vonatkozó szakaszának első bekezdésén változtatna. Egyértelművé téve, hogy a család egy férfi és egy nő szabad akaratnyilvánításából létrejött házasságán alapszik. Azért van erre szükség, mert az alkotmány nem mondja ki ezt egyértelműen. Az alkotmány nem említi a nő és férfi közötti házasságot, mint kötelező érvényű házasságot, és értelmezhető egyesek szerint ez a cikkely. Ezzel is indult el az állampolgári kezdeményezés. Most függetlenül attól, hogy az ortodox egyház, vagy nem az ortodox egyház kezdeményezése, az én személyes meggyőződésem az, hogy jó, hogyha a házasságot úgy definiáljuk, mint a férfi és a nő között létrejött házasság. Ez a családnak valóban a hagyományos értelembe vett meghatározása. Én személyesen ezt tudom támogatni. Véleményem szerint diszkriminatív, mert itt két külön jogi intézményről beszélünk, a család jogi intézményéről és a házasság jogi intézményéről. Nincs egy nemzetközi előírás, ami kötelezne egy országot arra, hogy az egyneműek házasságát elfogadja. Ilyen szempontból eddig sem volt egy dilemma, hogy Romániában lehetséges-e vagy nem az egyneműek házassága, mert a jelenlegi alkotmány is elég tisztán fogalmaz, és az értelmezése is egyöntető, tehát a házasság, mint maga a nő és a férfi között, csak nő és férfi között jöhet létre. Ami a család fogalmát illeti, ez pedig nem az egyneműek kérdése ebben a témában, hanem egyszerűen a társadalmi valóságoknak megfelelő kérdés. Ugyanis teszem én fel azt, hogyha egy nő és egy férfi együtt él, és nem házasodik meg, és gyereket nemzenek, az tekinthető egy családnak-e, vagy nem? Ha a nő egyedül neveli a gyermekét, mert nem lakik együtt az apával, vagy egyszerűen nincs apa, akkor az család-e, vagy nem? Ha egy apa egyedül neveli a gyermekét, mert az anya elhunyt, vagy éppen nincs, az egy család-e, vagy nem? A nagyszülők, hogyha egyedül nevelik az unokákat, mert a szülők már nincsenek, vagy éppen elhagyták a gyerekeket, az tekinthető egy családnak, vagy nem? Tehát itt ebben van a borzasztó manipuláció, hogy ez nem az egyneműek házasságának a kérdése, amit most szeretnének az egyházak és politikusok is, mivel kampányban vagyunk, és kampányban a racionalitás az elszáll. Az épp záruló parlamenti ciklusban nem ez az első alkotmánymódosítási kísérlet. A szenátus honlapján egy másik, egyelőre süllyesztőbe került javaslatcsomag is olvasható, amely a hagyományos család újra definiálásáról szót sem ejt. Egy hosszú, több hónapos vitának az eredménye az az alkotmánymódosítási procedúra után megalkotott javaslat, amely megtalálható a szenátus szájtján. Számos kérdésben nem értettünk egyet a nagy politikai pártokkal. Nem értettünk természetesen egyet az egyes cikkely tartalmával, amely Romániát nemzetállamként definiálja. Ezzel mi, romániai magyarok nem tudunk egyet érteni, és az RMDSZ tiltakozott az ellen, hogy továbbra is ez a megfogalmazás az alkotmányban maradjon. Ugyanakkor elértük azt, hogy azban az alkotmányozási vitában, alkotmánymódosítási vitában, amely akkor lezajlott, a romániai magyarságot államalkotó tényezőként fogadták el, és ezt meg is szövegeztük. Az Alkotmánybíróság azonban néhány javaslatot alkotmányellenesnek nyilvánított, és a nagy pártok sem tudtak megegyezni az alkotmány módosításának más részleteiről, így a kezdeményezés megfeneklett. Az RMDSZ, mint választási programjában is hirdeti, azt vallja, hogy a jelenlegi alkotmányt valójában felesleges foltozgatni. Ez azt jelenti, hogy amennyiben ezeket a módosításokat, többet között az egyes cikkének a módosítását is beszeretnénk vinni, akkor egy új alkotmányra van szükség Romániában, nem alkotmány módosításra, hanem egy új, teljesen nullából felépített új alaptörvényre. Ezt az elképzelést egyelőre más pártok nem osztják. Két szociáldemokrata képviselő tervezetet nyújtott be, hogy a családmodell alkotmányos pontosítására a parlamenti választásokkal egy időben december 11-én írjanak ki népszavazást. A kérdés összetettségére hivatkozva, ezt a képviselők zöme egyelőre ellenzi.
Múlt hétfőn általános sztrájkot hirdetett az egészségügyi dolgozókat tömörítő Sanitas szakszervezeti szövetség. Egy nappal később fel is függesztették, bízva abban, hogy a képviselőház jóváhagyja követeléseik egy részét. Múlt héten a nagy felelősségre hivatkozva és kvórum hiányában a döntést elhalasztották. A parlament várhatóan ma délután határozza el, hogy megemeli-e az egészségügyi kisegítő személyzet, illetve a tanügyisek bérét. Pontosan egy héttel ezelőtt országszerte 82 ezer kórházi alkalmazott sztrájkba lépett. A szakszervezeti tagok azért elégedetlenek, mert az irodai személyzet, az egészségügyi igazgatóságok alkalmazottai, a tanügyben és a szociális ellátásban alkalmazott egészségügyi dolgozók nem részesültek a nyár folyamán kibocsátott sürgősségi kormányrendeletek által biztosított béremelésben. A képviselőház munkaügyi és költségvetési bizottsága hétfő este bérkiegészítésről döntött, ám ez még korán sem szüntetne meg minden gondot és méltánytalanságot. A Sanitas szakszervezet ennek nyomán mégis meghatározatlan időre felfüggesztette az általános sztrájkot. A döntésben az is szerepet játszott, hogy a szaktárca éppen akkorra nagy léptékű földrengés szimulálást is időzített. A fost unul din motivele mai puțin importante pentru măsura luată de către noi. Practic, cel mai important motiv a fost că aveam angajamentul și l-avem și astăzi, angajamentul ferm al parlamentarilor, majorității parlamentarilor din Camera Deputaților, avizele favorabile de la Comisia de Sănătate, Muncă, Buget, că se va aproba toate amendamentele propuse de Federația Sanitas. Un alt motiv a fost și faptul că în spitalele publice, atât din județ, dar și la nivel național, se cunoaște lipsa de personal. Cineva îmi spunea dintr-o secție, dintr-un spital din județul nostru, în condițiile în care lucra doar o asistentă cu o infirmieră pe secție, în felul următor, noi suntem în grevă de vreo 3 ani de zile, nu vrea nimeni să ne asculte. Adică din lipsa personalului și problemele care apar cu pacienții. Pentru că am avut un exemplu la greva de avertisment din 19, când am închis policlinica pentru 2 ore la Spitalul Județean de Urgență Sfântul Gheorghe și unde am constatat și eu personal acolo, la fața locului, că sunt foarte mulți pacienți care așteaptă foarte mult timp ca să ajungă la un ambulatoriu de specialitate și s-au văzut puși în situația să fie reprogramați sau amânați și când te gândești totuși la sănătatea pacienților, este un motiv foarte întemeiat să dispui asemenea măsură. A szakszervezetek tehát a parlamentben bíznak. A kormány a szaktárca vezetőivel folytatott tárgyalások nem vezettek eredményre. A Csolos kabinet ugyan a nyár folyamán 2 kormányrendeletet is elfogadott az egészségügyi dolgozók és más közalkalmazottak bérének emelésére. Ám az érintettek szerint ezek nem teremtik meg a méltányos bérezés feltételeit. Din momentul apariției ordonanței 20, atât cu reprezentanții Ministerului Sănătății, dar și cu reprezentanții Ministerului Muncii, am purtat multe discuții, multe runde de negocieri. Răspunsul lor a fost unul negativ, că ei nu mai au alte resurse financiare și ei nu mai pot să ne ajute în sub nicio formă cu privire la multiplele inechități din sistemul de salarizare astăzi din spitalele publice. Într-o asemenea situație, noi le-am atras atenția că lumea este foarte nemulțumită și există posibilitatea expunerii unui conflict de interese. Ei nu au făcut absolut nimic, nici în perioada conflictelor, protestelor care au avut loc în fața ministerilor. Promisiunile lor au fost că nu pot rezolva absolut nimic. Și atunci am fost obligați la începutul lunii septembrie să apelăm la parlamentari, în speță la președintele Comisiei de Sănătate. A kormány szerint a sztrájk is törvénytelen volt. Ezért az igazságszolgáltatáshoz fordult, s a bírák gyorsított eljárással hirdették ki. Jogtalan az egészségügyiek megmozdulása. Ce să mai comentez, respectăm opinia oricui reprezentant al statului. Astăzi, la ora 13.30, Federația Sanitas a fost citată la Tribunalul București în baza plângerii formulate către Ministerul Sănătății, dar eu repet, cred că domnul ministru ar trebui să ocupe de lucruri mai serioase decât să constate faptul că peste 70.000 de oameni care ne-au semnat acest referendum pentru grevă sunt mai importanți decât un demers care poate să fie legal sau ilegal, dar ceea ce este și mai grav, astăzi în legislația privind conflictele de muncă avem mari dificultăți la nivelul sectorului de sănătate sau oricărui alt sector, inclusiv privat, pentru că practic suntem puși în imposibilitatea de a nu mai putea negocia contracte colective de muncă sectoriale.
practic o altă îngrădire printr-o lege organică care, din punctul nostru de vedere, încalcă Constituția și reglementările internaționale în ceea ce privește munca și dialogul social. Ez egy tiltakozási forma, egy szakszervezeti tiltakozási forma. Elsősorban nem szabad megengedni, hogy ilyen eset felálljon. Jelen esetben, tehát a mi kórházunkban a betegek egy része megértette, a hozzátartozók egy része megértette, hogy igen, ez egy méltányos tiltakozási akció. Más esetben viszont voltak nézeteltérések, ugye elhalasztottak adott beavatkozások, műtéti beavatkozások, járóbetegrendelőben elhalasztottak konzultációk, ami problémát jelent nyilván. És minden esetben visszatérek az előző állításomhoz, minden esetben a beteg van a láncem végén, ezért rajta csattan az ostor. A képviselőház várhatóan ma délután dönt a Csolos kormány nyári rendeletének módosításáról. Ez azt jelenti, hogy a béremelést kiterjesztenék a kisegítő személyzetre, és 15%-os emelést biztosítanának a tanügyisek számára is. A kormány ezt továbbra is ellenzi, arra hivatkozva, hogy nincs költségvetési fedezet. Na meg arra, hogy törvény tiltja a közalkalmazotti bérek emelését a választások előtti 6 hónapban. De hát a kormány rendeletei is a nyár folyamán, a választások időpontjának meghatározása előtt születtek. Din păcate, constatăm de foarte mulți ani faptul că la fiecare schimbare politică, fiecare guvern întotdeauna ne-a mărturisit sincer că ei vor avea în vedere ca priorități sănătatea și învățământul. Din păcate, după ani și ani de așteptări, cele două sisteme spun eu vitale, pentru că ai nevoie de oameni sănătoși și ai nevoie de oameni educați în viitor ca să ieșim din această stare de letargie pe care eu consider că se întâmplă în societatea românească. Din păcate, chiar acolo nu s-a făcut nimic. Există o birocrație, sunt resurse financiare puține și personalul care își desfășoară activitatea în aceste două sectoare de activitate este foarte, foarte prost plătit. Ez a jelenlegi helyzet, tudni kell azt, hogy 2007-es, 2008-as, 2010-es törvénykezésekre csatolnak vissza az új módosítások. Személyzetén a munkatársaim ahhoz, hogy egy bért ki tudjanak számolni egy munkaszerződésbe, ahhoz több 10 oldalt kell számigáljanak, kell levezessenek, teljes képletek vannak erre, hogy ők ezt hogy számolják ki. Egy bonyolult. Kettő meg az, hogy és visszatérve azt, amit az előbb, mint alapelvként, hogyha figyelembe tartunk, a szakképzett személyzetet meg kell fizetni, ahhoz méltányosan közvitára kell bocsájtani egy olyan bérezési rendszert, amelyiknek valós alapja van. Most nyilván ennek vannak pénzügyi hátterei, vannak más vonatkozásai is, de ezeket elejébe kell menni, és meg kell oldani, mert ha nem jövőbe is, 2 év múlva és 3 év múlva is, ugyanezek a problémák fognak felmerülni. Az RMDS képviselőházi frakciója ma, kora délutáni ülésén dönti el, hogy támogatja-e a béremelést. A kormányfő már bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul, ha a parlament döntésével újabb terheket ró az állami költségvetésre. Ma este 7 órától közös imát tartanak Marosvásárhelyen. Ez a sokadik szolidaritási megnyilvánulás, azt követően, hogy a korrupcióellenes ügyészség pénteken bűnvádi eljárást emelt a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Liceum igazgatója Tamási Zsolt József ellen. Az ügyészek ugyanakkor Maros megye főtanfelügyelőjét Stefán Szomjasánt is őrizetbe vették. A DNA közleménye szerint a főtanfelügyelő 2014-ben anélkül rendelte el a katolikus iskola létrehozását és Tamási Zsolt József igazgatói kinevezését, hogy lett volna ehhez tanügyminisztériumi engedélye. A fejleményekre egy későbbi adásunkban visszatérünk. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, heti krónikával jövő hétfőn jelentkezünk újból. Nézzék a magyar adást addig is, viszontlátásra! A heti krónikában is megemlített a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Liceum kapcsán elindított bűnvádi eljárás az idősebb korosztályhoz tartozó erdélyi magyarokban óhatatlanul felidézi a kommunista diktatúra igazságtalan meghurcoltatásait. Nemrég volt a magyarországi 1956-os forradalom 60 éves évfordulója, amikor az akkori hatalom megtorlásának áldozatai elmondhatták történeteiket, de voltak 1956
1956 előtt is az erdélyi magyarságot érintő koncepciós perek. Illegális kommunista ellenes szervezet néven, rövidítve IKESZ csoportként váltak ismerté, azok a kolozsvári magyar fiatalok, akiket 1953-ban zártak börtönbe, elsősorban politikai megfélemlítés céljával. A 35 fiatalember között sok később ismerté vált magyar értelmiségi volt, mint például Bodor Ádám, Veres Zoltán, Palocsai Zsigmond, Kozma Zsolt, Asztalos Lajos és mások. A kávéházi beszélgetések vendége ezúttal két IKESZ csoporthoz tartozó egykori fiatal, dr. Bustya Dezső volt református püspökhelyettes és felesége Erzsébet. Bénay Veronika meghívottai egy zavarodott világban voltak fiatalok. Dr. Bustya Dezső és felesége Mátyás Erzsébet 10 évesen keveredtek az IKESZ csoport néven elhíresült rendszer elleni tiltakozás ügyében 1952-ben. Abban az időben, a 20. század derekán, a nagy átrendeződésben sok minden megesett Romániában. Ha egy fiatalnak a családját, vagy éppen őt magát rendszerellenesnek ítélte az akkori, éppen berendezkedő hatalom, kifuthatott a talaj az illető lába alól. Zavarodott világnak nevezi dr. Bustya Dezső azt a fiatalon megélt időszakot, ami egész későbbi életét meghatározta. Bár felkészültsége és tudása elismerten kiváló, csak 1990 után doktorálhatott. Az ezután rábízott püspök helyettesi tisztséget is felelősségteljes szolgálatnak tekintette nyugdíjazásáig. Felesége Erzsébet nem végezhette el a megkezdett matematika szakot, viszont 4 gyermek édesanyja és többszörös nagymamává vált azóta. 1954-ben az említett IKESZ csoport tagjai kegyelemben részesültek. Lássuk, hogyan és miért. 1952. április 30-án, ha valaki sétált a sétatéren, már pedig sétált, találhatott röpcédulákat. Mi volt ezen a röpcédulán, Dezső bácsi? Kétnyelvű szöveg, nagyon tömör kellett, hogy legyen, mert gumibetűs nyomdánk állt csak rendelkezésre, amit akkoriban a játékboltba könnyen be lehetett szerezni. Tehát olyan szöveget kellett összeállítani, ami abból a néhány betűből kihozható volt. Valahogy így hangzott, hogy emberek, harcoljatok minden erőtökkel a vörös kutyák zsarnoksága ellen, akik römbba döntik családotok, és elhurcolják fiaitokat. És körülbelül ugyanez a szöveg románul is. Papírunk se nagyon volt, de viszont nagyon könnyen lehetett akkor hozzájutni toalettpapírhoz, tehát azokat szabdaltuk megfelelő darabokra, kiszedtük a szöveget azon a gyereknyomdán, és pesétpárnával sokszorosítottuk. És így készült el az a 2000 darab röpcédula, amit az illegális kommunista ellenes szervezet tagjaiként mi néhányan szétszórtunk a sétatéren, az állomás környékén és különböző más helyeken. Hány éves volt ekkor Bustya Dezső bácsi? Én 17 éves voltam, és a középiskola utolsó évében jártam, tehát abban az évben tettem le az érettségit, és készültem felvételizni a Bolyai Egyetem magyar nyelv és irodalom szakára. Le is tettem a vizsgák nagy részét, reménykedtem a bejutásban, még csak 2 szóbeli vizsgám volt hátra, egy román, egy alkotmánytan, de már a 25 helyre az írásbeli után csak 28-an maradtunk, és reméltem, hogy nem leszek az utolsó 3 között. Amikor egy csütörtökről péntekre virradó éjszaka, aztán jöttek a kedves tiszturak, és elvittek azzal, hogy hát nyilatkoznom kell egy bizonyos dologban. És azzal aztán 2 évig távol voltam. Erzsébet néni, tudott-e ezekről a röpcédulákról? Nem vettem részt benne, abban az időben középiskolás voltam, bent lakásban laktam. Erzsébet néni még fiatalabb volt, hány éves volt? Még nem voltam 15. És egy barátnőmmel sétálni mentünk, összetalálkoztunk egyel a fiúk közül, aki eldicsekedte, hogy mit csináltunk. Hát az illető kicsit nagyokat mondott, néha nem is vettük komolyan. Gondoltuk, hogy hát a fantáziája működik. Ennyi közön volt az egészhez. Hihetetlen. Mégis Dezső bácsi is, és Erzsébet néni is a kolozsvári Majális utca
fogházba, nem fogház, hanem igen, az a szekuritáténak volt a pincéje, ott kötöttek ki. Hogy történt? Hogy tartóztatták le? 1952-ben augusztus 19-én töltöttem a 15 évet, és rá két napra volt az, mikor jött el a szekuritáté, és otthonról elvitt. Akkor kérdezték, hogy hát gondolkozzak, hogy mi rosszat csináltam. Semmi egyéb nem jutott eszembe, csak az, hogy három napja betöltöttem a 15-öt, és nem csináltottam bulletin. Tehát álmomba se gondoltam én arra, hogy nekem valami közöm az egészhez lehet. Dezső bácsi, mi történt ezután? Ennek ellenére, hadd tegyem hozzá az elhangzottakhoz, míg a más lányok kevesebb ítéletet kaptak, a feleségem nagyobb ítéletet kapott. Ez de annak tulajdonítható, mert fölbirtokos lánya volt. A letartóztatás is Szamosújváron történt, ahol már kényszerlakhelyen voltak. Azon a bizonyos 1949. március 2-ára virradó éjszaka, amikor az úgynevezett kulákokat nagybirtokosak összeszedték, akkor feleségemet is szüleivel és 5 évvel fiatalabb húgával együtt felrakták a teherautóra, torda közepén lerakták. Mikor már egy kicsit megtelepedtek volna, lett volna iskola, állás, mi egymás, akkor megjelent megint a hatóság azzal, hogy torda túlnépesedett, és ajánlottak más helyeket, hogy hova mehetnének. Akkor Kolozsvárhoz közel Szamosújvárt választották, így tehát ez a letartóztatás Szamosújváron történt, ami a feleségemet illeti. Na most azért kellett nagyobb ítéletet kapnia, mert az ügyész erre építette a beszédjét. Noha legtöbben mint munkás gyerekek voltunk, de természetesen így kezdte, hogy a polgári földesúri rendszer gyermekei vissza akarták állítani a régi kapitalista rendet. Itt álljunk meg egy pillanatra. Többnyire munkás szülők gyerekeiről van szó. Tehát ez hihetetlen, mert mi azt tanultuk, és úgy tudtuk, és azt éltük meg, már aki, meg aki meg csak most tanul, hogy tulajdonképpen a munkás proletár osztály az nem szenvedett ebben az időben, megnyíltak az utak előttük, tanulási lehetőség, az élet sokkal rózsásabbnak tűnt, mint addig. És akkor most mi mégis egy olyan csoporttal állunk szembe, ahol Erzsébet nénit kivéve többnyire munkás szülők gyermekeiről beszélünk. Hogy lehetséges ez? Igen, ez sajátos problémája a kommunizmusnak, amelyik ugye nyelvében azt hirdette úton útfélen, hogy hát a munkások és a dolgozó parasságnak az állama, és valójában gondoljunk csak a kollektivizálásra, amiben ugye a szegény parasságot fosztották ki kicsi vagyonkájából, tehenéből, szekeréből, szerszámaiból, és ugyanígy a munkásokat is félrevezették tudatosan ezzel a hamis ideológiával. Tehát egyáltalán nem igaz az, hogy a munkások államát akarták volna felépíteni. A párt ökle épp úgy lesújtott mindenkire, aki egy szót mert szólni. Próbáljuk meg összefoglalni röviden, hogy mikor került Dezső bácsi a Bajális utcába, Erzsébet néni, és onnan mi történt? Abban a bizonyos augusztus 23-a előtti nagy rajtaütésbe gerültünk oda mindketten. A vallatás az körülbelül 6-8 hétig tartott. Arra emlékszem, hogy október 16-án már lezárták az ügyünket, és átvittek bennünket a Honvéd utcába, a fogdába, tehát a szekuritáti pincéjéből a törvényszéki börtönbe, és ott hónapokig vártunk a tárgyalásra. Közben jött Sztalin halála, amikor mindenki enyhülést várt. A cellánk szembe volt, hát az már nem is cella. Ez már 1953 márciusa, és már a WC-be felkarcolta valaki a kanalával, hogy Sztalin meghalt, mégpedig cirill betűkkel, hogy az őrök ne tudják elolvasni. Nagyon nagy volt ezt az tényleg örömünk. Ezt tudták meg? Onnan tudtuk meg, mi rabok, igen. És aztán még az is volt, hogy volt a szembe a mi fogolysor, nem mondhatom celláknak, mert inkább szobák voltak, csak ugye egy négy ágyjal, ami 8 ember aludt, ugye kettesével aludtunk, és emeletes ágyba, és velünk szembe volt egy folyosó, a törvényszék folyosója, és ott a szüleink néha megjelentek, integettek nekünk, és valaki megjelent ott is, és mutatta a nagy bajuszt és a keresztet. Tehát, hogy a bajuszos nagy vezető az meghalt. 1953-ban meghalt Sztálin, és Bustya Dezső és Erzsébet, hát akkor a leánykori neve Mátyás Erzsébet. Mátyás Erzsébet volt. A
kolozsvári börtönbe. Mennyire volt elviselhető a szekuritáté, majd a fogház körülményei? Mennyire voltak elviselhetőek? Kétségtelen, hogy a szekuritáté volt a nehezebb, mert csak egy példát, nem adtak külön tányért, hanem két személynek egy tányért kellett használnia, és akkor ez azt jelentette, hogy ha levest behozták, akkor 10 kanállal ettem én, és 10 kanállal evett a társam, és hogyha volt valami az alján árpakása vagy bab, akkor azt úgy kellett osztani, hogy ne merjem ki a sűrűjét, mert az igazságtalanság lett volna a társammal szemben. Ez is az megpróbáltatások egyike volt. De ez a tál nem csak étkezésre szolgált sajnos, hanem éjszaka, ha nem engedték ki valakit ugye dolgát végezni, akkor bizony az is megtörtént, hogy felhasználta más célra a tányérját, csak akkor reggel, mikor kivittek ugye a fürdőbe, zuhanyozóba, akkor ott kimosta, és utána megint abból kellett két személynek enni. Szóval rettenetes volt, keveset is adtak, és bántalmaztak is. Ehhez képest, mikor átkerültünk a törvényszéki fogházba, és ott telecsajka lekváros árpakását adtak, és néha még pótlékot is az embereknek, hát akkor mi roppant örültünk annak, az már egy-egy fokkal fennebb volt. És ott már nyugodtan lehetett beszélgetni egymással, nem úgy, mint a cellába, ahol nem lehetett csak suttogva beszélni. Tehát ez egy felszabadultabb. Többen voltak egy cellába? A szekuritátém általában ott is betonágy volt, alsó, felső emelettel, két személynek való, de rendszerint 4 voltunk, amikor 5 tettek be, akkor az 5-nek már a padlón kellett aludnia. 17 évesen belőle. 17 évesen, és ezt úgy kell elképzelni, mint mondjuk ezt az ereszt, tehát van egyszer a tető, és akkor az alatt a folyosónban voltak a cellák. Tehát nem egyszerűen a padlásra nyílt. A cellák tetején egy téglányi lyuk volt a szellőző nyílás. Onnan jött be némi kicsi levegő, fény. Az ablakban a fény pedig, ott egy sárgás színű körte két ablak között égett éjjel-nappal. Tehát sose tudtuk volna, hogy dél van, vagy este, vagy éjfél, csak arról, hogy reggel vittek ki 6 órakor ugye a gyors mosakodásra, és hozták azt a fekete lét, amit... Erzsébet néni egyedül volt lány, vagy pedig többen voltak kislányok? Hát a csoportban voltak lányok, de azt szeretném még elmondani, hogy engem egy magáncellába tettek a szekuritátéba, amelyik hát egy olyan 2x2 méteres cella volt. Az ágy mellett volt egy ekkora kicsi hely, és hát nem tudtam elgondolni, hogy most mi lesz, vagy miért vagyok ott, vagy egyáltalán. És ott töltöttem tiszta egyedül azokat a hónapokat. De ezek megdöbbentő dolgok, tehát olyan elképzelhetetlenül nehéz történetek. Hát, ha most egy 15 éves lánynak azt mondanák, hogy ez történhet veled, hát el se tudja képzelni, hál' Istennek. Mit gondolás, nem tudom megkerülni a folyamatnak a továbbvivését, nem tudom továbbvinni, amíg nem kérdem meg azt, hogy egy 17 éves fiú és egy 15 éves lány ott bent a börtönben, még Kolozsváron, mégis mit gondolt, hogy mi lesz vele? Mire gondolt? Milyen jövőképe volt? Vagy egyáltalán mire gondoltak? Vagy csak túl kellett élni egyik napot a másik után? Igen. Igen. Tehát csak túlélésre gondoltak? Szerintem. Hát mire lett volna a kilátásunk, vagy mit gondolhattunk volna? Mennyire ismerték egymást akkor, még nem? Nem ismertük. Ennek külön története van. Tehát, hogy ugyanazon az ügyért kerültek be, de nem ismerték egymást. Én jóformán senkit nem ismertem a csoportból. Két leánkát, akik ott egy társaim voltak. De csak mikor felkerültünk a városi börtönbe, akkor tudtam meg, hogy ők ott vannak. Tehát soha erről mi együtt nem beszéltünk, nem voltunk barátnők. Tehát kétféle bűnügybe soroltak be bennünket. Engem nyilván a 209-es nevezetes paragrafus alapján a rendszer megdöntésére irányuló összeesküvéssel. Feleségemet nyilván csak azzal vádolhatták, hogy nem jelentette föl. Tehát valakitől hallott, hogy létezik egy ellenálló csoport, neki azonnal el kellett volna menni, illetékes szervekhez jelentést tenni, ezért kapott ő 4 évet. Fellebbezés után
A társainak, ha lennebb is húzták a büntetését, neki a 4 év megmaradt. Tehát a bolgári földesúri származás az továbbra is ment. Én a pozitív oldaláról beszélnék, és ezt mondom el mindenkinek, hogy én a börtönnek 2 dolgot köszönhetek. Egyszer a hivatásomat, másodszor a feleségemet. Mert én a teológiára nem mentem volna magamtól, még mást is tudok, aki ugyanilyen helyzetben magyar volt. Magyar szakra ment Dezső bácsi. Arra felvételiztem, és ugye 54-ben, amikor szabadon bocsátottak, akkor Zsiláván azt ígérte nekünk, ugye, mert ott volt még Kozma Zsolt és Csíki Árpi nevű sorstársaim, hármunknak, hogy minden jogunkat visszakapjuk, lévén, hogy kiskorunkban követtünk el, amit elkövettünk, holnaptól kezdve munkatársak vagyunk, mehetünk tovább tanulni. Ez természetesen mind hazugság volt. Amikor az egyetemen megjelentem, szeptember 8 volt 1954-ben a szabadulásunk, és mondtam, hogy hát én felvételiztem, de 2 vizsgám elmaradt, szó se róla, mondtam, akkor vegyenek be esti tagozatba, mert akkor még volt olyan, és hozzak újságíró igazolványt, és bevesznek, hát honnan hozzak én a börtönviselt ember újságíró igazolványt. Tehát nyilván az út elzáródott. A másik pedig egy román pappal tettek össze a cellába, és hát én akkor még nem is tudtam, hogy mi az, hogy tégla, hogy valakit esetleg azért dugnak be, hogy kihallgassa, hogy a másik mit mond elé, amit nem vall be a tiszturaknak, és hát ez lenne, de föltételezem, hogy őszinte is volt. És elkérdezte tőlem, hogy hát miért zártak be, és mondtam, hogy egy ellenálló szervezetünk volt, és mit tudom, és sajnos lányok is bekerültek. Az öreg pap, mintha most is hallanám, azt mondta, hogy erkölcsi kötelességed van most már a lányok iránt. Tehát egyiküket feleségül kell venned, mert hát ez a jóvátételnek a legkisebb formája, amit megtehetsz. És esteenként láttam, vagy reggelenként, mikor felmosták a folyosót, hogy egy pirossal szélő szoknya ott lebbent, és mindig az volt az érzésem, hogy na ez lesz az én feleségem, aki most törli a rongyal a Szella folyosát. Ez romantikusan hangzik, de ez valóban így volt. Tehát ez így volt? Utána kerültünk közel egymáshoz. Én más lányjal barátkoztam, neki más lovagja volt gyerekkorában, és egyszer csak az Úristen úgy adta, hogy a következő születésnapon összekerültünk, és azóta is együtt vagyunk, én már szinte 60 éve. Előre mentünk időben, és nem tudjuk, hogy ugye volt egy ítélet Kolozsváron, és hogy hova kerültek az ítélet után. A feleségemnél egyszerűbb. Minket Miszliára vittek. Ez a női börtön. Ez a női börtön. Másokkal, akikkel beszélgettem, azt mondták, hogy az volt az úri börtön és a reklám börtön, oda vitték a látogatókat, mert viszonylag emberségesebb körülmények között voltak. Nincsenek rossz emlékeim. Nyitott volt olyan szempontból, hogy reggel kinyitották a cellákat, estig az ember az udvaron jöhetett, mehetett, beszélgethetett bárkivel. És nem kellett dolgozni. De igen, dolgoztunk. Ott tanultam meg varni, varodába, meg hozzáfogtam szőnyegszövéshez is. Ez a 2 munka volt, amit... Igen, de nem vitték ki a mezőre, vagy ilyen nem, nehéz ilyen munkára. Ipari munka volt, tehát ingeket vartak 3 váltásba, és szőnyegeket szültek. Ez éjszakai munka is volt. Volt. Ami azért meg... Minket nem osztottak be, kiskorúak voltunk, éjszakára nem osztottak be. Csak nappali váltásokban dolgoztunk. Hát akkor is ahhoz képest, hogy semmit nem tudott még erről a szervezetről se Erzsébet néni, hanem csak egyszerűen a származása miatt került ebbe a börtönbe. Borzalmas. Mi történt Dezső bácsival? Minket fiúkat úgy választottak szét, hogy akik időközben betöltöttük a 18. életévünket, azokat már alkalmasnak találták, jól lehet, úgynevezett javító börtönre ítéltek, hogy kényszermunkatáborba vigyenek. És így kerültem Dobrudzsába, ahol 3 munkatáborba voltam, egy Kaszta, Gáles nevűbe, aztán az úgynevezett félszigeten, Peninszulán, és végül Parta Álba, Fehérkapu, az most is börtönként szolgál, gondolom köztörvényeseknek, és legutoljára már egy fényfeldolgozó műhelyben dolgoztam, és onnan szabadultam, az úgynevezett Ovidiu művekben valahol a tengerpartján. Na most szabadultak. Mégis hogy szabadultak ki? Ez egy nagyon érdekes dolog volt.
53-ban még egy csoportot letartóztattak, tehát mi voltunk 52-ben 18-an, és utána még belesodortak 17-et, tehát összesen a csoportban, az IKESZ-ben 35-ön kerültünk be, sajnos köztük két felnőtt is, az egyik például Nagy Géza tanárunk, aki nekünk irodalmat tanított, ugye Cinki néni volt a felesége, mindenki ismert őket Kolozsváron, teljesen az egyik kollégánknak a könnyen járó szája miatt, mert őt nem kellett volna belekeverni. Egyszerűen valamit mondott, nagy lelkendezve, hogy van nekünk valami nagy tervünk, és hogy ezt tanár létére hát nem jelentette tovább. Na most volt Kolozsváron egy Palocsai Rudolf nevű növény nemesítő, meg gyümölcsfa nemesítő, a Borháns telepen, ugye mindenki most is Palocsai kertnek nevezi, ennek a tulajdonosa Rudi bácsi, akinek a fia szintén bekerült a mi csoportunkba. Palocsai Zsigmond. Palocsai Zsigmond, költő, meg hegedűs művész, és Rudolf bácsinak minden évben valamilyen micsorinista kitüntetést adtak növénynemesítésért, voltak például olyan almafái, amik egy méter magasra nőttek, és ottan meghajoltak, és vízszintesen mentek tovább, szóval sok csoda dolgot kitenyésztett, ezért kapott rendszerint egy-egy érdemérmet a mellére. 53-ba is elment, Gyorgyó Dés főtitkár elvtárstól átvenni ezt az érdemérmet, amikor elbőgte magát, és azt mondta, hogy főtitkár elvtárs, nekem nem a plecsni kell, a fiamat adják vissza, hogy hát mi van a fiával, és mondta, hogy már eltelt egy éve, hogy a Szekuritáté elvitte, és hát Szamosújváron van, mert a kiskorúakat oda vitték Szamosújvárra, akik nem töltötték be a 18-at. Azt mondta, hogy utána néz, és aztán megüzente Rudi bácsinak, hogy hoho, hát itt nem egyedül a fiáról van szó, hanem még 30-valahány emberről, tehát vagy bennmarad ő is, vagy elengedik az egészet, és akkor jött egy nagy nemzetgyűlési speciális rendelet, amivel nekünk kegyelmet osztottak. Ezt a Szekuritáté azon túl, és amíg csak 1989-ben ugye meg nem szűntek ezek a nyílt üldözések, mert lappangó üldözés mind a mai napig tart, nyilván tartották, és ahányszor meglátogattak parókiánkon, vagy bárhol, és erre sor került, mindig elmondták, hogy graciát, nu amnestiát. Tehát bármikor fülön foghatunk, és visszavihetünk. Elengedték a hátra levő büntetésedet, de ha rossz fiú vagy, és ezzel kényszerítettek volna együttműködésre, amire nekem más feleletem nem volt, ha van alapos okuk, akkor vigyenek. Tehát az nyilván. A 18 éves Bustya Dezső és a 16 éves Erzsébet tudta, hogy miért, minek köszönheti a szabadulását, hogy ennek a Palocsai Zsigmondnak köszönheti, hát helyesebben utólag. Utólag tudtuk. Igen. Utólag? Akkor nem? Akkor nem, hazakerültünk. Annyira nem, hogy nem is engedtek csak úgy Bukarestből, illetve Misztiáról szabadon, hanem egy-egy kísérőtisztet adtak mellénk, aki beültetett bennünket Bukarestbe a vonatba, Kolozsváron kiszálltunk, elvitt bennünket a városházára, ahol átadtak ünnepélyesen a szülőknek, és ahol már akkor megkötötték a nyakra valónkat, mert egy bizonyos elvtárs terpeszkedett velünk szembe, és akkor azt kérdezte tőlem, hogy ha még egyszer valaki jön, hogy alakítsunk egy forradalmi szervezetet, vagy ellenállóz, akkor mit fogsz mondani? És azt mondtam, hogy most megégettem az ujjam, még egyszer nem teszem a tűzbe. Na de hát ez nem elég. Hogy nem elég? Hát el kell jönni hozzánk és elmondani, amire csak azt mondhattam, hogy önöknek van bizonyára jól fizetett és kiképzett személyzetük erre a feladatra. És aztán akkor nagy keservesen elengedtek, tehát nem engedtek szabadon magunkra. És Erzsébet nénén? Érdekes, minket felvittek egyszer Bukarestbe, és ott valami magas rangú tisztek nagyon kedvesen fogadtak, sőt, megsétáltattak, megmutatták nekünk az egész Bukarestet. A román fővárost. A román fővárost, igen. És úgy tettek aztán fel a vonatra, egy gyors vonatra. Kísérőtiszt nem volt? Nem. Mert volt nekünk kísérőnk hazafelé. Nem tudom, nem emlékszem. Zsiláváról, amikor kijöttünk a föld alól, és a tiszttel felültünk egy buszba, és utána Bukarestbe megálltunk egy cukrászda előtt, hogy bemehetünk, és kaptunk valami pénzt a keresetünk után, ugye
filléreket, de hát vehetünk fagylaltot. De hát annyira elszoktunk az édességtől, hogy hárman nem tudtunk volna egy fagylaltot végig élvezni, mert két-három nyalintás után már nem esett jól annyira el. De viszont annyira szokatlan volt a szabadon járás, hogy addig nem mertem elindulni, akárhova vittek, amíg ki nem állt elém egy őr, akkor kiléptem én, akkor mellém két őr, két oldalt, és mögém még egy. Tehát minden övé legalább négy ember kísért. És vártam, mikor a tiszt megjelent, hogy mikor áll ki elém az őr, mert addig én nem léphetek, és utána mondta, hogy de kérem, jöjjön csak, hát szabad ember. Tehát nagyon nehéz volt visszaszokni a szabadságba. Amikor rádöbbentünk, hogy 1954-ben mi van a civil életben, ezt is el kell mondanom, és lehet, hogy nem csak az én tapasztalatom volt ez. Néha ketten-hárman összegyűltünk, és azt mondtuk, jobb volt bent. Miért? Mert ott akármilyen viccet el lehetett mondani, nem kellett körülnézni, hogy vajon ki jelent föl, mert innen hova vigyenek rosszabb helyre. Ott viszont mindig félni kellett, hogy ja Istenem, most ezt szabad mondani? Most mondhatom, hogy börtönből jövök? Most hazudjak valamit? Most ha utána járnak, akkor nagyobb baj lesz. Szóval egy zavarodott világba tértünk vissza, nagyon nehéz volt ebbe visszaszokni. Itt jelentett a teológia mentséget. Ezt akartam kérdezni, hogy ugye milyen volt az 56-ot megelőző Románia korszak. Ez a két fiatalember visszakerült, Dezső bácsi a teológiára, Erzsébet néni. Ő még középiskolás volt. Még középiskolás volt. De kellett fejezni, érettségizni kellett. Igen. És ez sikerült? Igen. És utána? Utána felvételiztem a Bolyaira, matematika, fizikára. El is végeztem 3 évet. Ösztöndíjam is volt 3 év alatt, és mikor hazamentem, 3. év után vakációra kaptam egy levelet, azt írta, hogy múltbeli államellenes tevékenységem miatt kizártak. Szóval szíveskedjék ne beiratkozni. Ez 3 év után, ez nagyon durva dolog. Tehát, akkor sokan kaptak ilyen cédulát. Ez hányban volt pontosan? 59-ben volt, ugye? 58-ban volt, akkor kezdték az egyetemről kirakni a nem rokon szembes személyeket különböző okokról. Most 2 év letöltött börtön után, fiatalkorban, nagyon fiatalon, hogy érezték magukat 58-59-ben? Féltek-e jobban, mint azok, akiket akkor vittek el először? Vagy mire gondoltak, hogy nem vihetik el még egyszer? Vagy mi történt akkor? Hát az 58-ról beszélek, mert ugye akkor voltak az 56 utáni megtorlások. Igen, 58-ban, és ez 58-ban volt, mikor az egyetemről hogy érintette Erzsébet nénit és Dezső bácsit ezek a... Mikor látták, hogy visznek el a teológiáról teológusokat, akiket eddig békén hagytak, látta Erzsébetnél is, mi történik, hogy érintették ezek a dolgok? Hát teljes bizonytalanságban éltünk, tehát számoltunk azzal, hogy bármikor visszavihetnek, mert 1956-ban a teológián egyetlen rádiókészülék volt. Ritka volt akkoriban még a rádió, hát nem a mai technicizált világban éltünk. És a társalgóban összegyűltünk tanárok, diákok, és hallgattuk ugye a nyugati adóknak a híreit. Na most bárki beárulhatott bárkit, hogy hallgattuk ezeket a híreket, ez már bűn volt tulajdonképpen. Amikor 1959. március 15-ére víradólag körülbelül 15 társunkat elvitték, és nagy részét éppen az én évfolyamomról, tehát a végzős évfolyamról, akkor én, mint kint lakó, bent tartottam az összes jegyzeteimet a 13-as szobába az egyik barátomnál. Amikor a házkutatást tartották, meglátták a nevemet a szekus tisztek. Rögtön emlékeztek rám, úgy látszik olyan volt, aki még hát ugye pár év választott el 1952-től, 59-ig 7 év, és nézték az indexemet, nézték a sok jeles, csóválták a fejüket gúnyolódva, hogy milyen jó tanuló lett ebből a fickóból, és így lapozták át minden jegyzetemet lapról lapra. Volt egy kis humoros történet is, mert volt egy konfirmáció előkészítő füzetecske, aminek az alján ott volt, hogy kiadta az Erdélyi Egyházkerület Hitler tér 13, mert az a teológia az volt Hitler tér, Mussolini tér, annak idején volt Bocskai tér, most Ábrám Jánkó tér, stb. Erre az egyik szekus altiszt mutatta fölöttesen, né, itt azt írja, hogy Hitler. Aztán másik valamivel több osszal járhatott, mert az így legyintett, hogy hadd el, úgy hívták ezt az utcát annak idején, vagy ezt a teret. Hát szóval
A teljes bizonytalanságban. Készek voltunk arra, hogy minket soha nem fognak abszolutóriummal ellátni, mert ellátják a bajunkat. Teológián 1956-ot hogy élték meg? Hát nagy drukkolással nyilván, és mint mindenki, akár Magyarországon, mindenki azt gondolta, hogy ennek jó kimenetele lesz. Mert senki sem számított ugye a nagy, durva szovjet beavatkozásra. Hanem, az amerikaiakra gondoltak, hogy majd segítenek? Hát arra gondoltunk, ugye, mert a Szabad Európa Rádióban ezek a biztatások hangzottak el állandóan. De ez már régi vágy volt végeredményben, falun, városon mindenki az amerikaiakat várta 1948, tehát a kommunista hatalomátvétel után, mert azt gondolták, hogy ez mégsem lehet, hogy úgy odadobjanak bennünket sok kelet-európai országot a Sztálin csizmája alá. Sőt, amikor mi a munkatáborba felnéztünk az égre, az őrök már mondták, hogy lesitek az amerikai repülőgépeket, hogy mikor jöttek, értetek? Most és ők is féltek. Ők is féltek, mert sokszor láttuk, hogy a golyószórók párosával úgy voltak, hogy minden páratlan felénk, vagy páros felénk irányult, és a közbeesők pedig kifelé. Tehát féltek egy olyan tömegmozgalomtól, hogy minket valakik kiszabadítanak. Akár határon túliak, akár itt fellázadt dobrodzsai népség, vagy ki tudja. Hogyan házasodtak össze? Hát nyilvánvaló, mondtam, hogy következő és évben. Hányban? Igen, 1959-ben volt, mikor elvégeztem a teológiát, de 4 évi udvarlás előzte meg. Tehát 1 évig még középiskolás volt, ugye, és én is először még 1 évet töltöttem a teológia előtt tisztviselőként a kolozsvári papírlemezgyárba. Tehát egyrészt még nem határozódott el bennem, hogy mivé legyek, viszont a szüleim nagyon elszegényedtek, ugye az én 2 éves fogságom alatt, amit lehetett eladni, hegedű meccseféléket eladták, pénzét tették, apám eljött meglátogatni, nem engedték be, úti költség, ez az. Tehát sokba került nekik az a 2 esztendő, ügyvédek fogadása, stb. És akkor becsületesnek tartottam, hogy hát menjek pénzt keresni, és hát így kerül. Na aztán a következő évben egy születésnap alkalmával kerültünk közelebb össze, tehát 4 évig tartott aztán az udvarlás. Tekintettel arra, hogy apósom dr. Nagy Andrásnak iskolatársa volt Nagyenyeden. Nyilvánvaló, hogy a mennyasszony választja az esketőpapot. A mennyasszony kívánsága az volt, hogy az én kedvelt professzorom legyen az esketőpap. És így is történt, miután megkaptam az abszolutóriumot, összeházasodtunk, nagyon egyszerű esküvőnk volt, a Farkas utcai templomot éppen renoválták, tehát az imaházban voltunk, nagyon egyszerű fátyol és mennyasszonyi ruhás minden nélkül, viszont Nagy András mondott egy olyan prédikációt, ami tényleg mellettünk való hatalmas kiállás volt. Tehát rátért arra, hogy a szenvedések hoztak össze bennünket egymással. Másnap Izsák Vilmos, ez a teológia főinformátora volt, mint főtitkár, mindenütt kiabálta, hogy Bustya Dezső esketése az politikai demonstráció volt, akármilyen szerények, körülmények között is folyt le, mert hát ilyen dolgok hangzottak el, és aztán ez a fiú csak várja, hogy a tanulmányaiban előre haladjon, mert soha belőle magiszter nem lesz. Mert hát akkor én a magiszterire felvételiztem a teológia elvégzése után, és utána jött aztán, hogy a doktori tanfolyam, tehát lényegében 3 leckekönyvön van, egy teológia, egy magiszter és egy doktori. Erzsébet néni emlékszik a házasságkötésre, valamire, amit akkor az esketőpap mondott? Egyre biztosan igen. Nagy András professzor úr hozott egy nagy könyvet a hónya alatt. És én, mint vőlegény, odasugtam, hogy az az enyém lesz. Az egy héber biblia volt. De akkor a Kittel bibliának a 9. kiadásából összesen 3 volt az ország határai közül. Tehát, hogy annak egyike az én tulajdonomba jutott, ez az én kedvelt professzoromnak köszönhető. És amikor átvettem, és könnyek között megköszöntem, azt kérte, mondta Nagy András bácsi, hogy most vele hálsz. Nem azt mondta, hogy vele, hanem mint a széke gyerek a csizmájával. Mert úgy nézett ki, hogy jobban örül a Héber Bibliának, mint a feleségnek. Így van. Úgyhogy hát a tudományoknak be is van írva. Valóban elkötelezett híve Dezső bácsi, és mindig mindenki nagyon tisztelettel beszél a nagy tudásáról.
és nagyon kedvenc tanítványa volt, úgy tudom, Nagy Andrásnak. Az egykori Nagy Andrásnak, Dezső bácsi, és ez nem véletlen volt, mert elsősorban gondolom, hogy a megbízható, alapos tudásnak köszönhető volt. Na most ez a Biblia oda került Dezső bácsihoz, Dezső bácsi viszont nem került a teológiára professzornak, nem tudott doktorálni, ez is a múltnak volt nagy részben köszönhető, vagyis egészen köszönhető. Nem tudunk avval foglalkozni, most a keretet meghaladja, hogy hogyan alakult az életük tovább. Hogy Dezső bácsi végül a 90 után püspök helyettes lett, hogy mennyi mindent tett az egyházba, és hogy mennyire tisztelik a kollégák, és hogy ugye egy szép négy gyermekes család ott alapítottak. Erről most nem fogunk tudni beszélni, de én mégis megkérdezem, mit jelentett az a két év börtön ez a nagyon-nagyon fiatal embereknek, és hogy hogyan tudnánk elmondani azoknak a fiataloknak, akik most annyi idősek, mint amilyenek akkor voltak Dezső bácsiék. Mi az üzenet a mai fiataloknak? Mi az üzenete Erzsébetnének, Dezső bácsinak, a mai fiataloknak? Úgy érzik, hogy meg kellett ennek történnie, volt-e valamilyen értelme, vagy pedig egyáltalán mit gondolnak ma erről az időszakról? Tehát az Úristen nevelt bennünket ezeken a bajokon keresztül. Sokszor elgondoltam, ha apámat nem államosítják, és az elkényeztetett gazdag leánkából nem leszek kiközösített és félreállított gyermek, akkor valószínűleg, hogy gőgösen nőttem volna fel. A börtön is arra tanított, hogy szerényebb legyek, meggondoltabb legyek, alaposabban nézek utána a dolgoknak. Bántott az, mikor az egyetemről kiraktak, de sokszor elgondoltam, hogyha elvégeztem volna az egyetemet, és tanárként tanítottam volna, mennyi bajunk lett volna abból, hogy ő lelkész, és én tanügyben dolgozok. Tehát az Úristen mindig valami jót hoz ki a rosszból. Dezső bácsi? Hasonlóképpen gondolkozom én is, mert mindenkibe felmerül az, amit a történelemben nem szokás feltenni, hogy mi lett volna, ha. De én is elgondolom, hogyha nem kerülök be a szervezetbe, és hát próbálom a mimóza életet élni, és a középiskolákba, ugye az elvtársakkal úgy boldogulni, hogy lehetőleg ne kerüljek bajba. Jó, felvettek volna, mint munkásszármazásút, minden további nélkül, és elvégeztem volna a magyar szakot. Na most mi lett volna? Vagy önálló író, ahhoz persze megfelelő tehetséggel kell bírni, azt én nem vagyok hivatásos elbírálni, vagy újságíró valahol, vagy szerkesztő, vagy valami hasonló. Tehát nem biztos, hogy ugyanígy megtaláltam volna a helyemet, mint a katedrán és a lelkipásztori szolgálatban. Tehát elnézem ugye ismerős íróknak, újságíróknak, szerkesztőknek az életét, hogy bizony, hogy kell egymással és a jövőjükért megküzdjenek, élethalál harcba és marakodásban. Szóval én úgy láttam, hogy tényleg az Úristen egyengedte az én életpályámat. Édesanyám mindig szerette volna, ha a lelkipásztori pályára lépek, én mindig hadakoztam ellene, de végül az Úristen addig kartlapozott, amíg hát oda kellett menjek, ahova az ő elhívása szólt. Hiába tusakodtam ellene. Egyik önéletrajzi írásában azt írja Dezső bácsi, hogy darabos, hizelegi, nem tudó természetemnek később is sok kárát vallottam. Ez mit jelent? Hát az, hogy sose tudtam hozzá simulni emberekhez, sem tanárokhoz, sem előjáróimhoz, tehát sose jártam kedvébe az espereseimnek, sem oldalszalonnával, más kollégák megtették, ugye, vagy a csirkékkel, hogy engem jobb parókiára helyezzenek, hanem mindig az Úristenre bíztam, így bírtuk ki a mezőségi sarat 5,5 éven keresztül, ugye, ahol egyetlen szobás lakásunk volt, az iroda és a szalon és a mosókonyha és minden, és ugye születtek a gyermekek, első
első, második, harmadik, és már a negyedikkel volt várandos a gyermekünk, a gyerekükkel, amikor hát Vizaknára meghívást kaptunk, ugye 1965-ben. Tehát nagyon nehéz öt esztendő volt, 60-től 65-ig. De az Úristen velünk volt, fiatalok voltunk, és ma már nem vállalnánk ezt még egyszer. De az ő útját végig kellett járni. Végül is tényleg úgy van, hogy igaza van az írásnak, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra van. Ez benne volt az Úristennek a könyvében. Másképp valószínű nem ismertük volna meg egymást, valószínű nem éppen így talált volna ő sem társa, én sem. Tehát feltétlenül ezen az úton össze kellett, hogy találkozzunk. Egyébként a sajátos tapasztalatunk az, hogy általános érdektelenség jellemzi a fiataljainkat. Látjuk a saját unokáinkon a múlt tekintetében. Nekik van egy jövőképük, és az sem tiszta. Nemrég mentek felvételizni az egyik unokám a barátnőjével, és még egy kislány is vitte a fiam. És útközben beszélgettek. Na, felvételizünk. És akkor 4-5 év múlva elvégezzük. Na, és akkor mihez kezdünk a diplomámkal? És akkor mondták, hogy ez ilyent végzett, olyat, de nem azt csinálja, hanem lottót árul, palacsintát süt, újságot hord ki, stb. Tehát saját jövőképüket sem látják, akkor mit tudnánk mi ehhez hozzáadni, és mesélni egy olyan korszakról, amiben voltak ellenállók, hát mi ellenálljanak most? Olyan más volt a mi életünk és a tapasztalataink, hogy egyszerűen nem értik a mai gyerekek. Ugye a telepen az az 5 év, amiről szó volt, hát egy szobában laktunk, kútunk se volt, villanyunk se volt, semmi se volt. Az egyik unokám azt kérdezte, hogy mama, mikor ti ilyen korú voltatok, mint mi, nektek is muszáj volt minden nap dusolni? Hát ilyenek vannak. Egyszer a vonaton Halmos Györggyel utaztam, és hát ellenállhatatlan, ugye én tudtam, hogy ő mivel foglalkozik, én elmondtam, hogy én mivel foglalkozom, és el nem képzett, hogy egy mezőségi lelkipásztor, hát mégis a művelődéssel milyen kapcsolatban lehet kérni, hogy hát én nem vagyok televízió párti, de például televíziója van, és mondtam, hogy a petróleumos tévét még nem találták föl, petróleumos rádió már volt. Tehát azt már tudtam, egy ilyen körégős, ami áramot fejlesztett, és meggyújtottuk, 10 perc múlva szólt, és mikor leoltottuk, még 10 percig beszélt. Tehát ilyen körülmények között éltünk. Ezt ma már a mai gyermek ezt nem érti meg. Ez neki valami dél-afrikai mese, vagy valami olyan régi dolog. Nem tartják fontosnak. Ezelőtt néhány évvel úgy adódott, hogy pont 56 évfordulán Kovásznán voltam, és kivezényelték az iskolásokat. Nos, hát hirtelen mit tudtam mondani? Azt mondtam, hogy mindent megpróbáljatok, és első szóra semmit ne higgyetek el senkinek. Ez a legfontosabb üzenetem. Tehát ne vakon belemenni abba, amit mondanak. Mert a 1948-tól 89-ig sajnos az emberek nagy része vakon belement abba, ami a hangszórókból hangzott, és a dobozos rádiókban mindenkinek ott volt a háza falán. Na hát ennyi. Az előbbi megrendítő történetekről szóló beszélgetés után, amely a nem is annyira régi kisebbségi múltunkról szólt, térjünk vissza a jelenbe. A kommunista rendszert követő demokráciában az erdélyi magyarság nem csak politikailag szerveződött, hanem művelődési intézményeket is alapított. Ezek között vannak az erdélyi magyar hivatásos néptánc együttesek, amelyek évente találkoznak egy vándorrendezvényen. Október közepén a Háromszék tánc együttes volt a házigazdája az immár 12. kiadásához érkezett találkozónak.
villámcsődülettel kezdődött Sepsiszentgyörgy főterén az Erdély Magyar Táncegyüttesek 12. találkozója, melyen az öt erdély hivatásos együttes tagjai ösztánccal köszöntötték egymást és az érdeklődőket. A négy napos rendezvényre a társulatok a legjobb produkcióikat hozták el és mutatták be. Neves szakemberekből álló 8 tagú bizottság elemezte mindegyik előadást, hasznos eszmecserék hangzottak el a kiértékelőkön. Az eddigi találkozókon már megszokott táncházakon kívül a szervező háromszék táncegyüttes több újdonságot, úgynevezett off-programokat is bevezetett. Nagy hangsúlyt fektettek a fesztivál dokumentálására. A rendezvénynek volt honlapja, készültek videós fényképfelvételek, fesztiválblog működött, és naponta megjelent az Echtüd fesztivál újság. Minden ilyen rendezvénynek ugye a koncepción túl az egyik legfontosabb része az anyagiak természetesen, és ennek az előteremtése, megteremtése. Hosszú folyamat lenne erről most beszámolni, de ezt tudván én is idejében indítottam el a források felkutatását, és gyakorlatilag a találkozó előtt 3 hónappal már ilyen értelemben hátradőlhettem a fotelbe, mert meg volt rá az anyagi keret. Azért nem dőltem hátra, mert rengeteg teendő maradt, de anyagilag biztosítva volt a rendezvény. Köszönhetjük ezt egyrészt a magyarországi minisztériumnak, az EMMI-nek, és természetesen az itthoniaknak, a Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatalának és a Kovász megyei tanácsnak, aki a fenntartója is a háromszék táncegyüttesnek egyben. A paradicsomba teremett szép új rózsa, dicsőséges hurcája. Testszín ruhájába, aki hőtet látja, szép vénusznak állítja. Oly formába hílik, mint a nap tüntökig. Gyöngy között fényes, fényes vagyok. Nagyon fontos eladásként született meg az Erdély Mennyegző a társulat életében, mert sokat frissült, főleg a férfi tánckar, és egy csapatépítő tevékenység is folyik nálunk most. Ezt tudjuk, hogy elég nagy a fluktuáció a táncosok körében, nehéz sok-sok éven át keresztül táncolni, és sajnos az alacsony bérek is azt segítik elő, hogy sokan más megélhetés után kell nézzenek, főleg amikor családot kell alapítani, akkor azért már ezek fontos dolgok lesznek, hogy táncolunk, de miből élünk. És ezért a társulatépítés egy állandó tevékenység nálunk. Ez az eladás úgy született meg, hogy nagyon fontosnak tartottuk a közös munkát Mihály Gáborral, aki rendezte az eladásunkat, a Magyar Állami Népi Együttesnek a művészeti igazgatójáról van szó, aki nagy örömünkre elfogadta a meghívást, és egy nagyon-nagyon jó eladást sikerült összehozni, amire az egész társulat büszke különben, és hát természetes volt, hogy ezzel leszünk jelen ezen a találkozón. Harmadiknak jöjjék, hiúznak tokánya, szép enyedi borban ázott porca ropogása, szarvasnak kocsmája, medvének morgása, menyasszony vőlegi, anya ropogása. A háromszék együttes nagyon csodálatos feldolgozásokkal mutatta be az erdélyi reneszánsz zenéjét, és ugyanakkor ebből a műsorból a közönség rájöhetett arra is, hogy hogyan is alakult ki a mai értelembe vett erdélyi magyar tánczene, néptánczene és néptánc is, hiszen egymás mellé voltak téve azok a dalok, azok a
a hangszeres dallamok, amelyek az európai kultúrából kerültek be, szivárogtak be az erdélyi uradalmakba, kastélyokban, és hogyan folklorizálódtak ezek, és ez nagyon jó érzéssel, jó ízléssel volt egymás mellé helyezve, és jól tudjuk, hogy a népzenei kincsünknek csupán egy részét hoztuk mi keletről, de itt Erdélyben egy nagyon izgalmas zenei laboratórium alakult ki a 16.-17. században, amikor a keletről hozott kultúránk, zenekultúránk találkozott a nyugatival, és egy igen sajátos, értékes, egyedi népzene és néptánc kultúra alakult ki ebből. Ennek a népi kultúrának része a viselet is. A Tamási Áron Színház előcsarnokában nyílt ruhakiállításon jelmeztervezők és kivitelezők mutathatták meg alkotásaikat. Mi leginkább hiteles népviseletek varrásával szeretünk foglalkozni. Nejem is ezt a vonalat képviseli, jó magam néprajzot végeztem, és hát szívem csücske a népviselet és a néptánc, és mindenki tudja rólunk, hogy ez az életünk. Úgyhogy igyekszünk ebben megmozdulni. Népiest már nem is nagyon vállalunk, nem is nagyon varrunk, rengeteg a megrendelés. Egyéni, illetve táncegyütteseknek varrunk különböző viseleteket. Az itteni együtteseknek is? Nem csak az itteni együtteseknek, hanem anyaországi, illetve nyugati magyar közösségeknek is igyekszünk az igényeit kielégíteni. Többek között Kanadában, Svédországban, tehát nagyon sok helyen vannak magyar közösségek, magyar táncegyüttesek, vagy magyar táncosok, akik eljárnak magyar közösségekbe és magyar néptáncolnak, ha így lehet mondani. Azok a hivatásos együttesek is, akik ugye néptáncot is táncolnak, illetve autentikus anyaggal foglalkoznak, és azt szeretnék látni a színpadon, hát azoknak is ebbe rendesen fel kell öltözni. És azért ezek a ruhák kopnak, meg kinövék, meg fluktuáció van, a táncosok változnak, tehát azért kellenek a viseletek. A mostani erdélyi hivatásos táncegyüttesek találkozóján a Maros együttesnek a Most múlik című darabjában egy rakat népviseletet mi vartunk. Maros együttes produkciója ugye sok vitát váltott ki, viszont ha elfogadjuk a színházba azt, hogy a színház tulajdonképpen a társadalom tükre, akkor az nem volt egy elvetendő előadás, hiszen ma úton, útfélen találkozunk ezzel a jelenséggel, ami Könce RP Maros együttessel színpadra vid. Igenis, van egy romlása a néptáncnak, van egy másfajta viszonyulása, megjelent a fele falusi, fele városi réteg, ami nagyon sokszor nem tudja, mit kezdje magával. Hozza is magával hazulról a néphagyományokat, tiszteli is, de nem is, és különböző formában nyilvánul meg. Hát ez volt színpadra víve, elég sok humorral, nagyon sok groteszk jelenettel is, ami időnként kiverte a szakmába a biztosítékot. Viszont ha elfogadjuk azt, hogy ez ma Erdélyben egy jelenség, én hiszek abba, hogy ez a jelenség letisztulóban van, eltűnnek lassan ezek a felemás torz képek, vagy azok, vagy olyanok vannak, akik szeretik ezt a kultúrát, és akkor azt meg méltósággal és nagy tudással művelik, vagy azok, akik eltávolodnak, és akkor szerintem a dolgok a helyükre kerülhetnek. Most múlik pontosan, engedem, hogy menjen. Szaladjon kifelé, belül nem gondoltam egyetlen. Szép város, Kolos, nem vagy itt jó helyen. Nem vagy való nekem.
keresztények szerelem. Most múlik. Mi múlik? Természetesen ez egy szimbolikus cím, hát könnyű lenne azt válaszolni csak rá röviden, hogy most múlik a tradíció, most múlik a hagyomány. Természetesen ez egy hosszú folyamat, de én azt tapasztaltam, és ez az előadás ezért született, hogy az elmúlt 10 évben, elsősorban Budapesten, a táncszínpadokon egy csomó olyan dolog történt, amire én reflektáltam, és ezek az irányzatok, ezek a koreografálási módok és elképzelések természetesen megjelennek Erdélyben is, hiszen az összes erdélyi együttes dolgozik magyarországi koreográfusokkal is, és ennek az egész előadásnak az lenne a lényege, hogy én a táncszínpadokon tapasztaltak, vagy a táncos szakmának szerettem volna egy görbetükröt állítani. Vagy az történik, hogy ilyen elvont témák irányában mennek el, amit a néptánc nem mindig tud követni. Vagy az van, hogy néptánc ürügyén az agresszivitás felé menő táncolást látok. A hagyományos közegben soha nem dagadt ki a nyak erre annak a táncosnak, aki keményen férfiasan táncolt, az nagyon természetes volt, és hát erről szólna a most múlik. Egy olyan világban élünk, ahol mondják, hogy Y, meg nem tudom milyen generációk jönnek, és hogy felgyorsult internet, meg mobiltelefon korszakában. Én többször láttam ilyet, hogy megy egy előadás, és a fiatal ember, vagy a fiatal hölgy a Facebookot nézi előadás közben, mert unja az előadás. Tehát semmire nincs türelme a mai kornak. Eleve maga a kor egy türelmetlen, felgyorsított, agresszív kor, ami túl médiatizált, tehát a média és a reklám hatására működik minden. Most ilyen szempontból nekem az a feladatom, elsősorban gondolom, hogy a jelenségre hívjam fel a figyelmet, és kérdéseket fogalmazzak meg. Válaszoljon rá a néző. Együttest külön értékelték, díjazták az elmúlt 60 évért is. Igen, nagy megtiszteltetés számunkra, hogy egy olyan intézménynek lehetünk tagjai, akinek 60 éves múltja van. 56-ban megalakult az együttes, megszületett, felnőtt, és megerősödött az együttes nekünk, a mai tagoknak kötelességünk, hogy megmaradjunk ott, ahová valamikor megálmodták az alapító tagok 56-ban, és én úgy gondolom, hogy a kollégáim elvégzik a feladatukat, és talán megmaradunk, és biztosítani is tudjuk a jövőt, mivel az utánpótlásra is gondolunk, és Maros Együttesnek volt múltja, van jelenje és lesz jövője is. A legrégebbi táncegyüttes? Igen, egyetlen hivatásos intézmény Erdélyben, amelyiknek a forradalom előttről is van múltja. Két együttes 90-ben alakul, az egyik együttes 98-ban és 2002-ben a Nagyvárad együttes, vagyis 60 éves múltal csak a Marosmész együttes létezik. Ez a találkozás arról szól, hogy az öt erdélyi hivatásos táncegyüttes jelen van, megnézik egymás programjait, és gyakorlatilag 4 napot itt töltenek, együtt töltünk. Innentől ugye a találkozásnak a lényege, és az off-programok segítenek abban, hogy teljesebbek legyenek ezek a napok. Ezeken nem kötelező részt venni, de elég szép számban jelen voltak a
társulatok tagjai. Azért jövünk elsősorban, hogy találkozzunk, egymásra rátekintsünk, belelássunk mindenkinek a saját világába, és ez az egyetlen alkalom egy évben, hogy egymásnak a munkáját megtekintsünk. Ugyanakkor ezeken a találkozókon tanulunk is szakmailag, kapunk tanácsokat olyan emberektől, akik valamit letettek az asztalra, vagy a szakmában nagyon jártasak, és szerintem minden egyes együttes nyertesen tér haza. Én úgy érzem, hogy az én együttesem is ebből a találkozóból nyert, és nyerni is fog továbbra is. Gazdagodtunk, ugyanakkor én úgy látom, hogy a kollégák is, a többi hivatásos együttes is jól érezte magát, és az, hogyha megvan egy hagyományos rendszere, de mellette kibővülnek programokkal, akár mint a Sepsiszentgyörgyi mostani találkozó, az gazdagítani és szebbé tudja tenni ezt a találkozót. Az egész rendezvény szerintem most nagyon jóra sikerült, tehát én csak megemelem a kalapomat a szervezők előtt, hogy köszönjük, hogy itt lehettünk. Nem feltétlenül azért, mert meghívtak bennünket, hanem mert tényleg megéltük saját bőrünkön ezeket az élményeket. Az előadások szenzációsak voltak, az off-programok nagyon jók voltak, tehát nekem nagyon tetszett az improvizió csapat, nagyon jó volt a Tesztoszteron buli. Behoztunk egy Tesztoszteron koncertet. Igazából a Háromszék Tánc Együttes, mint házigazda, együtt él itt a Tamási Áron Színházzal, és nagyon jó viszonyban vagyunk a két társulat tagjai egymással, és lévén, hogy van a Tamási Áron Színháznak ez a zenei alakulata, úgy gondoltuk, hogy ilyen szinten őket is bevonjuk ebbe a programba, tehát így kerültek be. Az improvíziók pedig igazából hát zömmel népzenészek, de nem csak. Akik keresik az újat, keresik az improvizálást a zenében. Gondoltuk, hogy mutassunk egy ilyet is meg, hogy létezik egyáltalán ilyen, hiszen ez is egy nagyon érdekes programpont. Az M-Studio is off-programként szerepelt. Ez egyfajta nyitás arra, hogy igenis lehet ilyen programokat beépíteni. Nagyon örültek különben az M-Studio eladásának, mindenki, aki látta. Izgalmas volt a székelyudvarhelyieknek is a számomra, mint a mesejáték lett volna, inkább egy ilyen őslegenda szerűségnek minősítem, ahol szerintem műzenének lehet már a zenei részt minősíteni, hiszen Molnár Szabolcs, a Heveder Együttes vezető primása, nagyon kemény kelet-erdélyi és balkáni népzenei elemeket dolgozott fel egy olyan hangulatba, ami akár a magyar őstörténetet is tudja jellemezni. Itt nyilván a Körösi Csoma Sándor és az Erős Zsoltnak a felfele jutásainak a csődjét jelezték, de itt is kiemelném azt az erős zenét, amivel segítette, itt inkább illusztrációról beszélhetünk az ők esetükből. Thank you.
érdekes dolog összehozni egy táncelőadásba Körösi Csoma Sándort meg Erős Zsoltot. A két hős élete 200 év távolságból is sajnos egy helyen találkozik, azaz hát a haláluk, hiszen mindketten a Kanchenjunga hegycsúcs lábánál, illetve hát a csúcs közelében történt. Tehát a Darjeelingi temetőben ott nyugszik Körösi Csoma Sándor, illetve hát valahol a hegycsúcs alatt maradt Erős Zsolt teste. Egy-két kitalált mozdulattól eltekintve néptánc alapú mozgást látunk. Legényesek, ritka legényesek, tehát lassú legényesek mozdulatait komponáltuk át. Fölelhetőek a lányok karmozdulataiban népi mesterségek, vagy mester mozdulatoknak a táncosított változatai. Alapvetően néptánc, de elemelten természetesen. Ugyanúgy, ahogy Körösi is székelyként beárt a félvilágot, de ő magát mindig is székelynek tartotta. Nagyon sokfajta zsűritag ült a szakmai bizottságban, akik különböző területekről érkeztek. Zene, dramaturg, rendező, tánc szakértő és tánckritikus, tehát nagyon-nagyon érdekes volt a kollégáknak a meglátásai, észrevételei, segítségnyújtása, úgyhogy ebből szerintem nem csak az együttesek, a vezetők, a koreográfus rendezők, táncosok tanulhattak, hanem mi is. Nem csak a zsűri értékel, amit természetesen nagyon szívesen hallgatunk, hanem a táncosok is maguk között megvitatják már különböző együttesek táncosai. Tehát ez rendben van teljesen így. Mindenképpen ennek a találkozónak a nagy pozitívum az, hogy minden együttes itt tudott lenni végig. Mindenki mindenkit megnézett, és úgy gondolom, hogy nagyon sokat tudnak építkezni ebből a tapasztalatcseréből, az elemzésekből is. A hibáknak is a rámutatására, bár ebben nem tudok nagyon egyet érteni sokszor, még a zsűris társaimmal sem, mert ezek szubjektív dolgok. Én állítom azt, amit Bartók mondott valamikor, hogy a versenyt a lovaknak találták ki. Tehát az, hogy most csak azért keressük a hibát, hogy egyik másik jobb legyen, ezzel nem nagyon tudok egyetérteni, hisz egy olyan kultúráról beszélünk, ami elsősorban a lélekhez szólt, és nem csak a mindennapos létünkhöz. Nagyváradiek szintén egy izgalmas témával jöttek, ők szintén elég eltávolodtak, sőt teljesen a népzenétől, hiszen Rossini Sabbath Materiére táncoltak egy érdekes táncjátékot, ugye egy zeneileg sokat nem mondhatok.
Mikor a meghívást megkaptam Leventéktől, akkor a táncoratórium volt kijelölve, és nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy merre járnak, hol járnak éppen a szakmai munkájukban, tapasztalatszerzés mentén, és ez a 3,5 hónap arra volt elegendő, hogy megismerjük egymást, dolgozzunk együtt. A Közép-Európa Táncszínház oktatási programja is meglátogatta a Nagyvárad Tánc Együttest. Nem azzal a szándékkal természetesen, hogy átformáljuk őket, hanem csupán csak azzal a szándékkal, hogy információsan egy más világból is kapjanak impulzusokat, ami reményeink szerint erősíti és gazdagítja az ő tudásukat. Úgyhogy egy nagyon inspiratív és nagyon hosszú, szép próbafolyamat volt a bemutatóig. Nagyon sok munka, nagyon sok gondolkodás, nagyon sok párbeszéd és nagyon sok mozgási kísérlet. Azt hiszem ez a legfontosabb, nagyon sok mozgási kísérlet, ami föl tud építeni egy ilyen előadást. A társulatok úgy szabályozták ezt a találkozást, hogy szabad keze van mindenkinek abban, hogy milyen produkciót hoz. Azt hozza el, amit úgy gondol, hogy a legjobban szeretné ebben a pillanatban megmutatni. Arra rájöttünk, hogy az autentikus népi folklor az irányadó. Táncszínházban is jártasak vagyunk az utóbbi években, viszont mindig visszatérünk oda, ahonnan indultunk. Sikerült az utóbbi években a nézőknek a számát megnövelni, talán azért, mert színesebb lett a palettánk, mesejátékoktól táncszínházig, táncszínháztól rockballadáig és autentikus folklór műsortól elkezdve egy akár egy humoros vagy dramatikus játékig minden megtalálható a palettán. Én úgy gondolom, hogy ezzel kielégítünk egy olyan közösséget, akik szeretnek eljárni táncszínházban, vagy esetleg színházban, ugyanakkor az autentikus folklort is kedvelik. Népzene vonalát, néptánc vonalát a Hargita Néptánc Együttes jelentette. Meg valami őszinte hiányérzettel mentem volna haza, ha az a műsor hiányzik, hisz egy olyan húsvér székely néptánc együttest láttam, ami időnként akár a torkom is elszorította, hisz olyan egészséges emberek és asszonyok táncoltak nagy erővel, nagy szeretettel, jókedvel és olyan modorral, olyan színpadra állítással, ami az én olvastatom szerint modell lehet arra, hogy hogyan lehet ezt a még mindig nagyon eleven élő magyar erdélyi néptánc kultúrát továbbadni. Úgy gondolom, hogy egy olyan műsorral jöttünk a kollégák közé, a hivatás együttesek tagjai közé, ahol egy olyan kalappal köszöntünk, amilyen nekünk van. És a saját kalapunkkal köszöntünk, tehát nem volt import koreográfusunk, import rendezőnk, nem nagyon kértünk mástól segítséget,
Tudom, hogy előnyére vált volna a műsornak, de azt akartuk, hogy naturba olyanok legyünk, amilyenek vagyunk, hogy legyen ez egy helyzetjelentés, hogy most a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes erre képes, mégpedig úgy, hogy mi magunk készítettük a tánc összeállításokat is, meg mi magunk szedtük egy csokorba a Gábor Endre kollégám mondjuk rendezése alatt, de ez most egy kicsit túlzott ez a szó, és én voltam mondjuk a megrendelő, meg a külső szem, amennyire hagyták és engedték óvatosan. És fel akartuk erre a mi ránk hangolt, nekünk kitalált táncra hívni a figyelmet a táncosokét és a pályatévesztőkét, akik itt vannak és másra próbálkoznak, hiszen ezek a hivatásos együttesek többnyire néptánc együttesnek születtek, de közben-közben kikeresztelkednek, aztán visszakeresztelkednek, hogy tudjanak könnyebben dönteni a jövőben. Én a néptánc művészetben dolgozom, erre tettem fel a keresztemet, ez az én nagy pajzsom, ezt ebben élek, hivatásom, nagyon hiszek a népi kultúrának, a falusi táncnak az energiáiban, erejében, szépségében, gazdagságában. Szerintem nagyon kifejező tud lenni, de nem vagyok egy kirekesztő ember. Elfogadom, ha valaki másképp gondolja, vagy másképp érzi úgy, hogy ebben jobban ki tudja fejezni az érzéseit. Én azért arra biztatom az öt együttest, hogy a népi kultúra, a néptánc mozdulatai gazdagságából nagyon sokat lehet inspirálódni és elemelni, hiszen ez az öt oszlop Erdélyben, ez az öt hivatásos együttes, akik professzionális szinten tudják megőrizni azt a kultúrát, ami a miénk, ez a magyar népi kultúra. És nagyon irigykedve nézem Magyarországról, hogy öt hivatásos együttes, öt infrastruktúrával, intézményesített keretek között tud dolgozni, és sajnos ez kis Magyarországon kicsit kisebb létszámmal történik, úgyhogy hajrá Erdély és hajrá hivatásos világ! Vasárnap esti gálaműsor zárta a négynapos fesztivált, melyen felléptek a jelenlevő együttesek, és díjazták a kiemelkedő teljesítményt felmutató alkotókat. Ösztánccal kezdődött és azzal is zárult a Magyar Erdély Hivatásos Táncegyüttesek 12. találkozója Sepsiszentgyörgyön. Kedves nézőink, műsorunk elején a 130 éve született Bányai János geológusra, a Székelyudvarhelyi Műszaki Szakközépiskola névadójára emlékeztünk, és hosszabb beszélgetés is láthattak a református Bustya házaspárral, akik politikai elítéltek voltak az 50-es évek elején. Ha valaki később kapcsolódott be adásunkba, műsorainkat visszanézheti a Facebook közösségi oldalon, Magyar Adás címszó alatt. Itt a Tevere Egyesen holnap jelentkezünk ismét, ne feledjék műsoraink kezdési időpontját, 15 óra 10 perc. Köszönjük, hogy ma is együtt lehettünk, minden jót kívánok, a viszontlátásra! Thank you.
Az erekje lopás iskola példája Szent Márk maradványaihoz fűződik. Hatalma csúcspontján a 9. században Velence úgy lopta ki Alexandriából a szaracén törököktől Szent Márk evangélista tetemét, hogy disznóhús közé csomagolta, amelyet a hithű muszlimok ugye nem érinthetnek. Így gond nélkül hajóztak Velencébe a testerekjével, amely ott van mindmáig az evangélista tiszteletére épített csodálatos bazilikában.